Ma este arról lesz szó, hogy lett David Böll globális jelenség. David Beckham megállíthatatlan! Sosem voltam jó tanuló. Gyerekként csak és kizárólag focizni akartam. A menedzserem azt mondta, hogy próbáljuk titokban tartani. Mindig a parkolóban találkoztunk, de nem volt olyan síralmas, mint amilyennek hangzik. Elegáns. Gondolom, egy csomó sráccal megesik, hogy ül a tévé előtt, és ő tetszik, de attól még nem jönnek össze. Ahó, David, nézz ide! Az életem teljesen megváltozott. Nagyon aggódtunk, hogy elveszíti, amiért dolgozott. Mert hirtelen már nem a foci volt az első. Oké, David, nagy mosoly. A siker nem változtatott meg. Megváltozott. Ahhoz kétség sem fér. Piros nap David Beckhamnek! Nem hiszem, hogy valaha beszéltem róla, mert képtelen voltam. Nem ettem semmit. Nem aludtam. Az utóbbi 4 év annyi kárt okozott, hogy már nem is ismertem magamra. Ferguson beismerte, hogy véletlenül Beckham fejének rúgott egy cipőt. Ez történt. Aztán pedig ez. Neki rontottál? Igen. Jó buli, amikor egy cirkusz jön a városba, kivéve, ha részese vagy. Semmi baj, Buster, ide nem tudnak bejönni. Fulladozok. Ugyanúgy folytatta. Nem adom fel könnyen. Beckham! Kiváló! Nem adom fel. Sebezhetőnek éreztem magam, és magányosnak. Légy őszinte! De őszinte vagyok! Kiére fog hasonlítani a rugás? David Beckhamére! Ha folyton dicsértem volna, akkor nem dolgozott volna. Mondtam is neki, hogy hála az égnek, hogy itt vagy. Mit lehet tenni? Elsüllyedsz, vagy úszol? Az a makacság és elszántság. Még nem is láttatok semmit. Még lesz több is? Talán.